A karakterek a képzelt szüleményei, viselkedésük és személyiségük egyáltalán nem tükrözi a valóságot. Nagy-nagy szeretet és pogácsa mindenkinek, főadmin vagyok, és ezzel a videóval elindítjuk a K-pop family-t az útjára. Mi is ez a K-pop family? Igazából én ezt már hirdetem egy ideje a Facebook csoportunkban, hogyha nem vagy még tag, jelentkezz nyugodtan. Ha nincs Facebookod, regisztrálj be egyet, 5 perc alatt megvan, mert ugyanis ez az a közösség, ahol a legaktívabbak a nézőim, és igazából itt szoktuk általában megbeszélni, hogyha bármilyen dolog van, vagy itt szoktam feltenni a kérdéseket nektek, hogyha valamiből szeretném a véleményeteket kikérni. Szóval, hogyha nem szeretnétek ebből kimaradni, csatlakozzatok, link a leírásban. És most már, hogy reklámoztam a kis csoportomat, el is magyaráznám, mi is ez a K-pop family. Többkörös kis szavazásra került sor, ahol elsősorban megszavaztattam veletek, hogy milyen bandákból néznétek szívesen Sims Family részt, aztán miután kijöttek a legnépszerűbb bandák, amikből ti szeretnétek, azokból a külön-külön a tagokból több fordulón keresztül lehetett szavazni, hogy kit szeretnétek benne látni, és végeredményben meglett az a 8 ember, de tényleg jó sok fordulónak le kellett teljen, hogy végül meglegyenek ezek az emberek, hogy ki is legyenek pontosan, és végül megszületett a 8 ember, akik nem más, mint Jungkook, GD, RM, Jackson, G-Hope, Suga, Momo és Rosé. Ők az a 8 tag, akiket így összeszavaztatok, és akik egy K-pop family-t fognak alkotni, vagyis egy háztartásban fognak élni. Hogy ezen a háztartáson belül mi fog velük történni, az részben rajtuk, részben pedig rajtunk is múlik. Na de vajon mégis mit szólnának ezek az idolok, hogyha már így össze kell költözzenek? Szóval szerintem kezdjük azzal, hogy kérdezzük is meg őket, hogy mi a véleményük az egészről. Hogy a véleményem az egészről... Mi ez a hang? Miért van ilyen hangom? Először is. Másodszor meg... Mit olvasok erről a papírról? Miért adtuk nekem... Mi? Van ide... Én sem tudom olvasni, de... Miért adtam papírt, hogyha egyszerűen a véleményemet kérik ki? Szóval... Örülök neki, hogy itt lehetek, és remélem a hangom idővel meg fog javulni majd. Kb. Ennyi. Az én véleményem az egészről az, hogy kb. Nagyon jó lesz. Örülök, hogy egyedüli Big Bang-esként, de mégiscsak képviseltem a bandámat, és ott lehetek a K-pop family-be. Nem mindenki került be, és a fehér macim is remélem bekerül. Itt van éppen a kanapén, de minden esetre majd igyekszem rendet tartani a fiatalabbak között, és példát igyekszek majd nekik mutatni, hogy mit, hogyan kéne csinálni. És... Hiszem, hogy nekem nincs hülye hangom, a többieknek hallottam, hogy eltorzult, de örülök, hogy nekem nem. És örülök, hogy engem is beszavaztak. Igyekszem majd aktív része lenni a családnak, és mindent beleadni, és tényleg jó kapcsolatot, bocsánat, ápolni mindenkivel, aki igazából a családtag, és mindenkit szeretni ugyanannyira, és hasonló dolgok. Ha nekem valaki meg tudná magyarázni, miért van ennyire mély hangom, annak adok egy ötöst. Legalább egy ötöst, de ha nem egy tízest, 20-et. Jó napot! Ez most nem lehet komoly. Most komolyan évelet toltatok ki a legjobban. Ej, ez a hang. Egyébként... le van nekem ide írva néhány dolog, hogy mennyire állásnak kéne lennem. Hangom miatt nem vagyok az. Remélem megjavul, és remélem csak tarogjék, vagy valami hasonló. Sajnálom, hogy... Mit sajnálom? Ja, igen. Sajnálom, hogy a többi tag nincs itt. Vagyis csak négyen vagyunk itt a BTS-ből, mert így hiányos a csapat. Hát ennyi van ide nekem felírva, hát ezt inkább nem olvasom fel, jó? Mert fáj a torkom. Ennyi. Miért kell mindig ez a papír? Már megy. Szóljatok, hogyha indul. Már megy. De, jó van. Oké, rendben. Jó. Oké, ez igazából nem is a műsorhoz vonatkozik, ez a jövő heti szabadság, és a jövő év is, szóval ezt nem tudom, miért adtátok ide. Igazán lelkes szeretnék lenni, és szerintem én leszek a leglelkesebb tag. Bármit, és bármit meg fog tenni azért, hogy a család szeressen, és hogy a nézők is, és hogy
mindenki jól szórakozzon, és tényleg bármi, ami szóba jön, azt én meg fogom tenni. Igen, lehet itt szóbármiról, amit a képzeletetek elkép tud képzelni. Hogy milyen érzés benne lenni? Iszonyatosan jó. Mert nagyon örülök. Általában minden csak Jennyről és Lisáról szól. Néha úgy érzem, hogy engem is nem vesznek észre, és most mégis. És ez nagyon jó, hogy gondolnak rám, és tényleg örülök, hogy megalapozták nekem a bizalmat. Igyekszem méltónak lenni rá, és már alig várom. Tényleg, hol is lesz pontosan? Hova kell menni? Ja, hogy oda? Oh. Mindenkit üdvözlök! Momo vagyok! Nagyon nagy teher nehezedik rám, mivel én vagyok az egyedüli Twice tag, és minden bele fogok adni, hogy ne hozzak szégyent a csapatomra. Én is mindent megteszek majd. De nem is vagy benne! Hallhattuk, hogy vegyes érzelmekkel fognak neki látni a family tagok, és lassan kapcsolunk is a megérkezés pillanatába. Meglepetés lesz, ugyanis nem mondtunk nekik semmit arról, hogy mekkora házba is fognak igazából lakni, és igazából feladatot se adtunk nekik, vagyis ők maguk fogják feltalálni magukat, és meg fogjuk látni azt, hogy hogyan fogják élni együtt az életüket. Gyors névsorolvasás. Ugyebár mindenki eljötte, Jungkook, az idő meg van fagyva, J-Hope, Rosé, RM, Suga, Momo, GD és Jackson. Nos, a világról még nem is tudnak semmit, ami egyébként hatalmas. Lássuk, mi lesz róluk a véleményük. Skácek. Ez a ház valami hatalmas. Jó, mi annyira nem is jártunk rosszul, így megyek is tévézni, csosztok! Most komolyan ilyen... Ebbe jelentkeztem. Olyan sok helyes tag van ebbe a családban. Én hamar szerelembe fogok szerintem esni. Hi? TV, TV, mindenki TV! Álljatok nekem is, adjatok eljött a TV-nél! Nem hiszem el, hogy pont a főző csatornára kellett ide bejöjjek. Ó, ez a kedvenc műsorunk, engedjünk hát ide! Ó... Na, mit szólsz, Rozi? Hogy tetszik ez a sok helyes srác? Hát, ahogy neked is. Igen, jó dolgunk van, az már biztos. Vajon itt él a randi tilalom, Momo? Nem tudom. Hát, ezt én sem. Jackson, figyelj már, mi jártuk meg a Legiosban. Nekem nagyon vékony a hangom, neked meg nagyon mély. Szóval... Beszéljük ezt meg, jó? Hát valahogy helyre tudjuk ezt hozni, nem? Szerintem mosolyog és élvezd az egészet. Vigyel a lélek az órámmal. Na? Semmi? Hát majd barátkozunk tovább később. A familynek a tagjai valóban nem kaptak semmilyen utasítást rá, hogy mit is kellene csináljanak, vagy hogy mit szabad, mit nem. Természetesen a randi tilalom ebben a házban nem érvényes. Igazság szerint a lemezkiadók megengedték nekik, hogy azt csinálják, amit csak szeretnék. A ház valóban szép nagy. Több lakosztály is található, és Jungkook le is megy a föld alatti részbe, ugyanis föld alatt is két emelet, szóval nem csak föld felé, hanem föld alá is le tudunk menni, legalul pedig egy klubhelyiség van, ahol a családtagok megbeszélhetik a mindennapos problémákat. Skacok, én erre azt mondom nektek, hogy beszéljük meg, hogy mikor ki fog főzni, és mikor ki fog takarítani, stb. És stb. Ez nektek mi a véleményetek így erről az egészről? Én mentem.
Figyelj erre, én mindent megteszek, összeszedem a szemetet. Na ide figyeljetek, én megmondom, mi lesz a frankó. A lányok mosogatnak, és a többi az a... Na, mi ezt nem hallgatjuk? Lássuk csak. Rosé, mit szólsz hozzá, hogyha te főzzél? Pont én! Dobj össze nekünk valami kaját, mutasd meg, hogy milyen jó háziasszony lesz belőled. Figyelj már, Zsidi, én azt mondom neked, hogy igazából nem túl menő, hogyha így bánsz. Ez egy kicsit feminista volt. Miért muszáj pont a lányoknak főzni? Mert én úgy gondoltam. De ha gondolod, főzsz ezt te is. Főzek én? Hát... ha te kérsz meg rá, akkor mi lehet, hogy meg is teszem. Igen. Talán igen. Remélem, nem álmodozol valamin. Az életben nem főztem még nagyon semmit. Remélem, nem fogok felsülni. Lássuk csak. Mi minden is kell hozzá. Összedobok egy sajtos omlettet, vagy valami hasonlót. Ide minden belet borítok, megkeverem vagy kétszer, és... most a következő lépésként pedig... kis só, vagy bors, mindegy, jól megkeverem! Jaj, elszabadult. Bocsánat. Mondjuk... ajaj, hát ez nem látta senki szerencsére. Jól, megkavarjuk szépen. Tegyek még hozzá valamit? Nem, jó lesz ez így. És... borítsuk bele egy tepsibe. Ebből tényleg omlett lesz. Szépen sül. Nem is olyan nehéz ez. Könnyebb, mint gondoltam volna. Na, még adjunk hozzá egy kis sót. Ajaj, jaj, odaig! Mindegy, zaj egy kicsit oda kapott, és egy kis bors is ment vele, de nem baj! Szerintem annyira nem is lett rossz. Tálaljuk ízlésesen, és majd mindenki megeszi. Ahogy bele. Én eszek is egyet. Ide hívok mindenkit enni. Kaja. Zavarna, hogyha csatlakoznék? Látod, jó ötlet volt, hogy te készítetted el a kaját. Ne, itt van Gidi. Na nem baj, barátkozunk össze. Egész finom lett. Sziasztok! Hol a kaja? Ja, itt van. Olyan vak vagyok ma. Hát hello, én kaját se veszek el, csak jöttem mosogatni. Szerintetek meddig fogjuk itt bírni ebbe a házba? Hát, ha ilyen dolgom lesz, nem sokára megyek a kórházba. Pedig elegész finomak ezek a kaják. Gidi? Ugye nem gondolod, hogy majd te fogsz mindent megmondani, hogy mi hogy legyen? Dehogy is. Egy pillanat! Pedig jó lenne. Jó lenne valaki. Igen. Valaki eldönthetné, hogy mikor mit csináljunk. Szerintem öröm lenne a legjobb megoldásra. Szerintem pedig közösen kéne megbeszéljük a dolgokat, mint például, hogy ki főzzön. Azt is szépen eldöntöttük, hogy Rózi fog főzni. Valójában te döntötted el, Gidi? Én nem szólok bele! A kaja finom volt, és itt lehetünk együtt ebben a hatalmas házban, kényelemben, luxusban, egymásra utalva. És Jungkook, te miért mész el? Ugye, Jackson, te nem fogsz itt hagyni, miközben éppen mesélek neked valamit. Ugye nem? Gondoljuk át ezt az egészet. Bizonyára nem a semmiért vagyunk most itt. Bizonyára, hogy valami célja van ennek az egésznek, és hogy valamit ki kell belőle hoznunk. Igazából anyagilag nem állunk rosszul, házunk van egy hatalmas, és tényleg nehéz lenne eldönteni, hogy mi is a cél az, amit ebben el kell érjünk. Rosénak a kajája isteni. Azt hiszem, hogy valami összeesküvés van az egész mögött, és én rá fogok jönni. Mindenképpen. Most végre annyit tévézek, amennyit csak akarok. Ennyit akarok.
Ennyi volt, megyek enni. Kijöhetem végre festői vágyaimat. Mindig is leszerettem volna festeni Jint. Hát, az én szívemben valahogy így él. Ki is teszem a falra, és így legalább majd mindig láthatom. Nem törődik senki! Olyan rossz ez. J-Hope, mégis mi a baj? Nem is tudom. Beszéljük meg, olyan... Hallottál már a medvékről? A medvékről, amik betörnek a házakba. Romániában rengeteg van, és dinoszaurusz is. Igen, bár nem biztos, hogy Romániában, de sok van belőlük, és labdával lehet őket dobálni, azzattól el fognak menni. Így van. Hát én mindjárt behúgyozok. Figyelj, Erem, az a helyzet, hogy kicsit furán érzem magam. Miért nincs itt az egész csapat? Miért csak mi négyen? Olyan rossz, hogy szétválasztottak bennünket. És mi ez a hang? Nos, ha tippelnem kéne, azt mondanám, hogy meg kell valahogy különböztessenek minket, és mivel gondolom egy az, aki szinkronizál minket, ezért valahogy így tudták megoldani. Kb. Valószínűleg ezért kaptál ilyen hangot. De miért pont én? Jaj, ez olyan rossz. Lehet ezen változtatni szerinted valahogy? Nos, figyelj, próbálok rájönni az egésznek a lényegére. Próbálok rájönni, hogy miért vagyunk itt, és hogy mit tegyünk. Hely, hogy tetszik a piros kabátom? Figyelj csak, neked is adok egyet, hogyha szeretnéd, ugyanis a G-Marketben ez most akciós. Nem is kerül olyan nagyon sokba, és szerintem neked is nagyon jól állna. Van stílusod hozzá. Mindegy, akkor majd még úgy is beszélünk. Olyan fura, hogy egyedül vagyok itt az egész csapatból. Senki más. Mély hangol. Iszonyatosan mély hangol, amit nagyon idegesít. Azt hiszem inkább lepihenek, és majd máskor gondolkozok el az egészen. Valódi 3D-s valóság kivetítős játék, mindig is ki akartam volna próbálni. Tök király. Már igaz, hogy kifele nézek, de bármikor bejöhet egy labda, és gyorsan ki kell... Oj! De jó! Hát én ezzel egész nap el leszek, nincs is szükségem a többiekre. Hogy ezek mennyi szemetet tudnak elhagyni, de az egészet elmosom itt. És utána jó lesz. Csinálhatnánk valamit közösen, mondjuk megbeszélném, hogy meghívok mindenkit egy közös filmezésre. Közös mozizás az mindig jó. Lent van is egy moziterem. Az esti filmezést követően pedig libasorban szépen kivonulnak GD kivételével, ugyanis mindenki elfáradt és szeretne lepihenni. És végül mindenkinek sikerült megtalálja maga helyét a hatalmas házban. A földszinti lakosztályban nem más, mint Jackson rendezkedett be. Az első emeleten két lakosztály is van, az egyikben Jungkook alszik, a másikban pedig Jiyoung, azaz GD. Második emeleti lakosztályban alszik Momo, vele párhuzamosan szembe pedig Erem. A túloldalon pedig Rosé, J-Hope és a rózsaszín ágyban pedig Suga. Ezen felül van még két lakosztály, hogyha esetleg valaki valakinek a közelében nem szeretne aludni, és a tetőtéren is simán lehet táncolni, aki úgy gondolja. Szóval, első napjuk igencsak furcsa volt, nem igazán tudták, hogy hova tegyék ezt az egészet, mit csináljanak ebbe a bazinagy házban, de a
a folytatásban kíváncsiak leszünk, hogy miképpen sikerül majd megoldaniuk azt, hogy hogyan kezdjenek egy vadonatúj életet olyan emberekkel, akiket nem feltétlen ismernek, nem feltétlen szeretnek, de mégis egy házban együtt, egy családként, K-pop familyként együtt kell lakjanak. Most köszönjük a megtisztelő figyelmet, és hamarosan jövünk az újabb adással, amiben megtudhatjuk, hogy hogyan is jönnek ki egymással a folytatásban. Sziasztok! Ez a nőidre munkáda. Így a kapten szegé munkáról bóbni időkéri. Hambával szüge del kösida. Na, vászadról bóvára.